A tavalyi évben hatalmas sikert aratott a Múzeumok Éjszakáján bemutatott legfőbb támaszunk a Söntéspult című bohózat, melyet a Szilveszter Társulat mutatott be. Ennek sikerén felbuzdulva a Színi Társulat az idei évben is egy fergeteges előadással készült az év legrövidebb éjszakájára. A darab választás az nem mindig kedvünkre való, vagy nem mindig, hogy mondjam, nem mindig úgy történik, hogy amit igazán szeretnénk, mert lehet, hogy éppen 16 szereplős. Például ennek a szerzőnek is vannak olyan nagyon-nagyon jó darabjai, ahol rengeteg a szereplő. Ezt most nem lehetett bevállalni, mert nem vagyunk ennyien, a nyár az ilyen. Ezt hatan játsszuk, viszont ezekre megvoltak a karakterek. És hát majd remélem, hogy mindenki hozza is a formáját, de gyakorlatilag így állt össze. Így esett a választás Hámori István, azt mondják, a Villaüres című darabjára. Ez egy villában játszódik, egy szép kort élt, valamikor szebb kort is élt villában, ahol három nővér éli mindennapi életét, és hát egy özvegyasszony, egy elvált testvér és egy vén kisasszony húguk, akik még maguk mellé vették az egyébként külföldön tartózkodó öccsüknek a véletlenül sikeredett leány gyermekét, aki az unoka húg lett ilyen alapon. Tehát ők négyen élnek ebben a villában, és hát nyilván miután azért tehetős család, nemesi családról van szó, így az öröklés is eléggé kardinális kérdés. És van a család birtokában egy rendkívül drága, nagyon értékes nyakék, ami körül ugye forog a történet, és hát a dolog pikantériája, hogy a villába takarító egyébként orosz származású bejárónő összeszűri a levet egy betörővel, akinek súg, hogy mikor lesz üres a villa, mert hogy a hölgyek eltávoznak két hétre a villából. Azonban egy félreértés megnehezíti a rablást, hiszen Sperhakni a betörő egy dátumon alapuló félreértés miatt rosszkor jelenik meg az üresnek vélt villában. Szerencsétlenségére a villa összes női lakójával találkozik, ezáltal komikusabbnál komikusabb helyzetekbe bonyolódik, mindig más személynek adva ki magát a hőn áhított nyakék megszerzéséért. Ahány nő, annyi szerep, mindenki mást akar Sperhaknitól, akit a társulat egyik oszlopos tagja, Répás Imre alakít. Az özvegyet, az idős özvegyet, a legidősebb nővért, azt bácsiné Raffai Melinda játsza. Az elvált és hát sok tapasztalattal bíró nőszemélyt jó magam, és egy picit a szenvedélyeknek átadó, és itt inkább az alkoholra gondolunk, az alkohol szenvedélyének behódoló legkisebb testvérünket Hunyadi Edit játsza zseniálisan, az unoka húgot pedig Sinkó Natália, illetve most már Szász Natália, illetve az orosz bejárónőt pedig Sutus Anna. Így vagyunk hatan, aztán majd látjuk, hogy hogyan hozzuk a formát. Itt három hónap, de nem lehet kimutatni. Különben is, mire az első adag méreg után kinyúlvad, hogy nagyság elnézést megfogalmazásával éljek, hát annyi idő telik el, hogy már senki sem fogja tudni, hogy mérkezéstől. Én tehát még ő se. Ember maga miről beszél, hát elnyire nincs idő. Most kell, hogy lerendezzem még ebben a pillanatban. Holnap az egész család két hétre Marionnamába utkozik. Egy gyógyítózással egybekötött üdülésre. Mi? Holnap mennek? Hát akkor én azt, hogy jöttem. Ah, megállj, csak megállj. Most aztán kihez beszél, mi a probléma? Várj, a munkatársam hanyagságán dühöngök. Képzelje, ő fel az időpontokért. Jó, ezért nem is tudom, mit csinálok. Az ilyet ki kell rúgni. Azok, akik lemaradtak volna ezen fergeteges előadásról, ne csüggedjenek, hiszen a Szilveszter Társulat, habár először, de nem utoljára adta elő ezt a darabot.